I got some dirty shit to pick up at the dry cleaner. I got a tidy bitch to pick up, I got less Selena. Shady hop up in the whip, but I ain't never seen it. Shady love the way I whip it in a two-seater. Sziasztok, én Norbe vagyok, és most be fogom mutatni ezt a kocsit, ami a Benefactor Krieger névre hallgat. Nézzük is a tuningját. Hát akkor ugye az armor, akkor fék, motor, a kipufó, hát alapból ott fent van, de többi az mind itt lent. Hát nem is tudom, legyen ez a kocka. Kódúál. Na akkor motorháztető. A motorháztető az legyen ilyen sima. Ne legyen rajta semmi. Akkor lámpa. Hát a lámpa. Az legyen piros. És a nális szintén piros lesz. Mert az autó az meg fehér. Na library. Library-ben szerintem ezt fogja kapni, sőt, már is rakom, de ránézzük azért a többi verziót is. Végül is ez sem annyira rossz. Igen is volt, többi azért az annyira nem a legszebbek. Na és akkor keressük meg a fehér. Na most sem a fehér jobb. És akkor a secondary szintén az... Hát a belseje. A belseje nem is tudom milyen lesz. Hát legyen ez a krém szín a szokásos úgymond. Belőle mindig azt szoktam rakni. Hogy ezt itt átmódosítjuk. Akkor spoiler. Ugye alapból így nem volt rajta spoiler. Alapból van, hát alapból ha megvesztitek a rendes shopból, akkor így néz ki. De ugye én kipörkedtem az autót. És nekem azért néz ki így lényegében. Na akkor valami szárnyat lökjünk rá, ami nem túl nagy. Remélem nem rossz, csak kicsit széles. Legyen ez a kis egyszerű. Ja, legyen ez. A váltó, turbo. Na felni. Felniből mit kapjon a verda? Nézzem most, amiért nem nagyon szoktunk rárakodni olyat. Mi az alap? Az alap az ez. Hát ez nem a legszebb. Hirtelen nem tudom, hogy még legyen. Ennyire nem passzol hozzá egyik se. Mondjuk ez nem rossz. Nézzük csak, nem ez feketén. És fehérben? Fehérben jobb. Na és akkor a gumi füst. Az legyen piros. Na és akkor megyünk egy versenyre, és akkor megnézzük, hogy mit tud ez az autó. Na akkor itt is vannak a verseny, és akkor nézzük, hogy mit tud a Benefactor Krieger. Hát ugye korábban mentem majd itt a Osiris-szel, azért egy 40,7-es kör tudtam menni. Hát ez majd meglátjuk, hogy mit tudunk. Mindenesetre ennek az autónak a gyorsulása az mond nagyon jó. A tempója is úgy jónak tűnik. Na nézzünk egy kanyarodást. Ennél nem kell elvenni a gázt, szépen betapad. Fú, hát szerintem a szuperautók királya, most szerintem az egész GTA autók terén ez a új király. Ez úgy megy, mint az állat. 38-as kör. Azért az nem semmi. Sőt, 37-7. Na hát ezt az autót egyértelműen ajánlom versenyre. Ennek hibája nincs. Ez hibátlan ez az autó.
Ennek nincs gyenge pontja, ennek minden a jó. Ez versenyre egyértelműen nagyon ajánlom. Viszont ennyit volna már ez a videó. Ha tetszett, akkor lájkolod, iratkozz fel, hogy kövess a Twitch-en. Facebook oldalon minden lesz a leírásban. Legközelebb jövök vissza. Sziasztok!